Üdvözlök mindenkit, én vagyok. A mai napon egy elég uh, újból, újfent megosztó témára fogunk beszélni, vagy fogok beszélni nektek. Igazából ez egy szubjektív vélemény nyilvánítás lesz, uh, ugyanis uh, érdeklődtetek ez iránt, és gondoltam ez egy marha jó téma, és feldolgozom, és elmondom róla a véleményemet. Uh, mindjárt ki is fejtem. Kezdődjék a hét indító. Szóval beszéltetek arról, hogy jó lenne egy olyan téma, vagy érdekelne titeket az, hogy én mit gondolok a populáris vagy népszerű játékokról, illetve ezen belül főleg az a része ennek a témának, hogy én melyik populáris, populáris és népszerű játékot nem szeretem, és miért. Ez egy marha jó téma, ugyanis sok olyan népszerű játék van, amely hatalmas ö, sikernek és elismerésnek örvend, azonban többek közt nálam mondjuk nem váltotta ki azt az extenzist, azt az elismerést, amit, amit mondjuk a nagy érdeműnél úgy általánosságban. Sok ilyen játék van, elmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy sok olyan játék van a világon, amely hatalmas hype-nak örvend, hatalmas népszerűségnek, pont azért, mert mondjuk egy bejáratott brandről van szó, azonban mégsem tud annyit a játék, mint amennyit mondjuk a neve, vagy az őt megelőző hype garantálni próbál. Így összeállítottam egy kis listát így fejben. Lehet, hogy ennek a témának lesz következő rész és a hét indítok folyamán, azonban egyenlőre most egy olyan 5-6 játékot fogok mondani ilyet. Nem, először gondolkodtam, hogy szedjem egy 10 listába, aztán arra jutottam, hogy igazából nem szükséges, mert, mert nincs olyan, hogy mondjuk itt jobban utálnám az egyiket, mint a másikat, vagy épp kevésbé kedvelném. De igazából neveket fogok mondani, és meg fogom indokolni, hogy én miért nem szeretem elsősorban ezt a játékot. Azt gondolom, hogy biztosan ti is vagytok úgy, hogy egy-egy játékot esetleg nagyon vártok, aztán annyira rossz lesz, vagy annyira nem tetszik, ennek klasszikus példája az utóbbi időkből, például a Watch Dogs, ami, ami hát valami őrült nagy hype vezett a megjelenése előtt. Mindenki arról beszélt, mindenki azt várta. Aztán, aztán nagyon-nagyon durván belefutott a pofonba a játék, eszméletlenül megbukott minden téren, mert nem lett jó. Én megmondom össze, nem játszottam vele, mert igazából már a trélerek során sem érdekelt a dolog, mert nem, nem szeretem az ilyen típusú játékokat, és nem, nem próbáltam ki, így arról nem tudok véleményt nyilvánítani. Nem tudok objektív és hiteles véleményt mondani. Nem, nem, nem nagyon érdekelt, és nem is fogom kipróbálni valószínűleg. Na mindegy, nézzük ezeket a játékokat, amelyek valóban hatalmas népszerűsének örvendnek és én mondjuk mégsem szeretem őket. Az egyik ami, egyik név, ami rögtön eszembe jutott, az talán a valaha volt leghíresebb, legnépszerűbb ö, játék, a, a World of Warcraft, a WoW ami ugye egy MMORPG, egy fizetős MMORPG játék, hát fizetős, rendkívül sok törd tört szervert lehet találni ingyen, amely nem annyira jó valószínűleg, mint az originál, de, de, a lényeg, hogy ez egy alapvetően fizetős MMORPG. Nos, többször is kipróbáltam a játékot, többször nekiálltam, többször úgy álltam neki, hogy nem most szeretni fogom, több barátom is hívott játszani, hogy nyomjuk a volt. Originálra nem tudtak rávenni, a törtöt többször is kipróbáltam, több karaktert is. Marha jó az elejének, mindenki úgy van vele, hogy ez a játék a végére lesz jó, amikor eléred a max szintet, és akkor arénáztok, meg ilyenek. Na most én nem tudom, egyszer elértem a max szintet ebben a játékban, nem én, hanem húzták nekem az egyik karaktert, és akkor így megkaptam, hogy próbáljam ki úgy, azért, mert már előtte kétszer bebukott a próbálkozás azzal, hogy én rohadtul meguntam. És én nem játszottam szorzó szervereken, tehát nem fejlődtem gyorsabban, mint az eredet, egy egyszeres szorzó szerveren játszottam. És tényleg tök hangulatos, meg még jól is néz ki, pedig nem szép a játék, de hogy így jól, jól néz ki a, a maga, így a, a látványvilága, jó a pályadizájn, tényleg jó a játék, meg, meg tényleg változatos. Összemarak, vagy komplex dologról beszélünk, hát volt ideje kinőni magát. Azonban nem, valamiért abszolút nem, és ö, valamiért mindig ott voltam, hogy két hét után én befejeztem a játékot, mert hogy. Mert nem kötött le, valamiért hiányzott belőle, lehet, hogy az, hogy hiányzott a valóságos multi élmény, hogy más emberekkel játszom, mert a tört nem volt annyira, lehet, hogy az én általam választott törtök voltak rosszak, hogy nem volt annyira sűrű, hogy peseggén az élet. És, és, nekem például egy kicsit azért, mert én a Cabal Online-t kezdtem el életemben először, és általában, ha egy ember elkezd egy MMORPG-t legelőször, akkor annál meg is marad. És e, sajnos nem a Cabal pont ez, vagy nem sajnos, én jobban szeretem azt, annál ez teljesen így van. Én például egy World of Warcraft-on én elfáradok, mire mondjuk 3491 mérföldet sétálok, vagy épp Mount-on megteszek. Nem, az nem az én világom. Tehát az első játék, ami így eszembe jut, az például a World of Warcraft, hogy a valaha volt talán a legnépszerűbb játék MMORPG kategóriában biztos, hogy a valaha volt a legnépszerűbb játék, azonban nekem mégsem, mégsem annyira jött át. A másik, ha már itt tartunk, akkor kapcsolódjon a WoW-hoz. Egy WoW mód volt eredetileg a Dota, egy MOBA játék, mint a League of Legends. Ennek ugye most már kim van a Dota 2 a második része, ami már egy igazából önálló, különálló játék. Ugye ez egy klasszikus MOBA játék, Hát nem gondolom kipróbáltam az egyét is és a kettőt is. Az egy jobban tetszett, mint a kettő, a kettő pedig abszolút nem. Tehát nekem a kettőnek abszolút nem tetszett sem a grafika által adott ö, tér sem, nem tetszett a design sem, nem tetszettek a hősök sem, nem tetszett a játékmenete sem, Valójában, engem az nem fogott meg. Valószínűleg ez pedig azért van, mert én League of Legends-el kezdtem el a mobák, ismerkedni, tehát a Lego Legends volt a belépő, és én azt effektíve megszerettem, és valószínűleg ez az, amiért én nem szeretem a dotát, mert általában az egyik távol mindig nem szereti a másikat, ugye ez a két legnagyobb MOBA a világon, jelenleg, és nem szeretem, nem tetszett, tehát engem abszolút nem fogott meg a Dota, valószínűleg nem is játszottam bele annyit, hogy rájöjjek arra, hogy mi a jó benne, tehát ez valószínűleg az én hibás számlámra írható fel, de a lényeg az, hogy nem fogott meg, tehát a Dota abszolút nálam kiesett, az még rosszabb nálam, mint mondjuk a World of Warcraft. A, a World of Warcraft nem rossz, félre ne értsetek. én nem szeretem. A dota viszont nem is tartom abszolút jónak, tehát szerintem a Dota objektíven sem egy kiemelkedő, tehát sehol sincs még egy League of Legends, és akkor mindig dobáznak, hogy nehezebb. Hát jó, és akkor most mi van? A harmadik, ami eszembe jut, és egy kicsit bonyolultabb az a Need for Speed széria, amelynek az első pár részét egészen az Underground 2, vagy az azt követő Most wanted imádtam, bár én inkább az Underground 2 pártját fogtam mindig egy ilyen Most Wanted Underground vitámon. Imádtam eddig, a, ezekig a részekig az összes Need Speed-et, mert mind uh, tudott hozni valami egyedit, valami olyat, ami az előző része az, az, az újítás volt, és olyat, ami, amilyen tulajdonságokkal addig ezek a free autós játékok nem rendelkeztek. Például Last Underground Tuning, vagy Hot Pursuit 2, rendőrök bőrébe bújva. Zseniálisan jó játékok voltak. Én nekem az Underground széria volt, vagy az Underground Duo volt a kedvencem, abban szerelmes voltam. Tehát az Underground 2 az nekem egy olyan favorit, árkád autós játék, amelyet sosem fogok elfelejteni, és máig szívesen előveszem egy körre. Viszont az utána következő résznek annyira durván leromlottak, szerintem. Hogy arra szavak. Ez valószínűleg egy jól bejártott brand legnagyobb bukás, amit valaha a játék csinált, tehát még a kodnál is nagyobb. Elképesztően gáz, szerintem. Tehát már a pro street sem volt jó. Az undercover borzalmas lett. A, a shift az nem rossz, tehát a shift az még próbáltak szimulátort alkotni, nem sikerült, azt előre le lehet azonban nem is lett arcade játék. Valahol a kettő közt tengleng és nem találja az útját, az nem, az még mindig az újak között nem a legjobb. De az a legújabbak, tehát a Run, meg most ugye megint jött a Hot Pursuit, meg nem tudom mi van még, hát az valami elképesztően gagyi. Tehát, hogy annyira nagyon rossz, oké, okay, hogy szép, hát tök jó, de csomó szép játék van a világon, de mellé botrányosan rossz. Nem szeretem. Nem szeretem, mert hihetet, olyan, mint a halálos filmek, annyira irreális, annyira kellemetlenül uh, elrugaszkodta a valóságtól, és oké, okay, hogy egy autós játéknak ez kell, mert hogy adrenalin is megadja a hangulatot, de könnyűen, amikor egy Lamborghini-vel 300-zal csúszok egy kanyarba, és a nitro tolva jövök ki abból, hogy ne csúszok ki, ott inkább alt és azt mondom, hogy ez ne foglaljon már 40 gigát a merevlemezemen, és úgy unis találom, hogy összetörik a kijelzőm. Nem szeretem. A következő ilyen játék, amiért le fogjátok szedni a fejem, amit mindenki imád, mindenki a világon, és én nem, és lehet, hogy az én hibám, tökre lehet, az az Elder Scrolls, a Skyrim, bocsánat, igen, kimondtam, én nem szeretem a Skyrim-et, basszus, mindenki, Skyrim, 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 Nine Gag, minden oldalt tele van, hogy modolják, hogy ilyen küldetés, olyan sárkány, olyan kard, ilyen mágus, nem, nem kell, inkább féblőzök, na hát, nem, nem jön át, tehát a Skyrim abszolút nem jön át, gyönyörű, egyébként tényleg szép, de nekem annyira, én sose jutottam túl, esküszöm nektek azt mondja, az el, első mondjuk egy órán. Ott, ott változó, hogy meddig el, más karakterek, de én már ott untam, amikor az elején jön a sárkány, ott a, megtámadja azt a várszerűséget, ahova visznek szekére. Nem, nem szeretem. Nem tudom miért, tényleg szép, tényleg gyönyörű a világ, és tényleg, hogyha most ö, két hónap múlva állnék neki, lehet, hogy már változna a véleményem, és azt mondanám, hogy ecsém, ez nagyon ott van ez a dolog, és tetszene, azonban jelenleg nem fog, meg és nem köt le. pedig tényleg abszolút komplex, összetett, átgondolt játékról beszélünk, de azt gondolom mindenkinek van egy ilyenje. Az én listámon a Skyrim van a legelőkelőbb helyen, tehát azzal játszanék a leginkább, de azt a hype és őrületet, amit magával hoz, vagy, amit, tényleg bír maga körül, azt én nem, nem érzem, vagy nem érzékenem. Ez lehet, sőt valószínűleg az én hibám, de, de hát ö, beletartozik sajnos ebbe a témakörbe, amiről ma beszélünk, és akkor úgy gondoltam, hogy elmondom, tehát sajnos nekem a Skyrim sem, pedig ott aztán nem tudok belekötni. Talán az, hogy egy kicsit monotonnál válik egyébként a játék egy idő után rendkívül időigényes, nagyon-nagyon durván, és talán ez egy kicsit a, a negatívuma, ha bár nem biztos, mert valaki nagyon sok időt szeret ezekkel a játékokkal eltölteni, és azoknak ez nem baj, sőt élvezik. A következő, na ezért fogtok köpködni rám nagyon durván, mert biztos, hogy van olyan nézőm, van olyan nézők köztetek, aki imádja, akkor attól elnézést kérek most, és tényleg bocsé, és nem felé támadás, hanem biztos itt szintén velem van a gond, de az, amit rühellek és gyűlölök nagyon durván, az a legófos, az a Minecraft. Na ezt magyarázzátok el nekem, hogy miért jó. Oké. Okay kreatív. Kiélheted a kreatív energiát. Imádtam gyerekként legózni. A, konkrétan akkor házakat vár, verettem legóból, hogy be lehetett költözni egy nyolc tagú arab családnak. De a Minecraft más. Nem. Nem erről szól. Tehát csó Minecraftos videót látok, mert, mert nem azért, mert szeretem és nézem, de sok Minecraftos videót láttam, és nem értem, hogy egy alapvetően olyan játék, ami az építkezésről, kraftolásról szól és arról szól, hogy minél szebb és nagyobb ö, építményeket kreálj, abba hogy kap helyet? Például magyarázza meg nekem valaki kommentben, mert amúgy komment érdekel és nincs olyan Minecraftos ismerősem itt, akivel tudnék napi szinten. Írjátok le nekem, hogy jön egy ilyen játékba az, hogy PvP. Tehát, hogy mi fogják a, a a pixel kardot, és ütik egymás fejét a karakterek? Vagy, vagy vannak spellek? Vagy, vagy van valamilyen dodge rendszer? Vagy ezt, ezt kérlek, magyarázatok? Ha van esetleg ott a túloldat olyan, aki minecraftozik, írja már le nekem, mert ez érdekel. Na mindegy, a Minecraft a rohadt jó alapötlet, iszonyatosan jó kezdeményezés, ö, gyakorlatilag egy interaktív PC Lego egyébként az eredeti Minecraft, és én úgy gondolom, hogy ha erre lenne használva, akkor ö, akkor ez egy teljesen oké okay játék. De. Közben tudom Ah! De azt mondom, hogy sajnos most már egy kicsit ilyen furra nekem ez is, hogy nem is arra használják, ami ez valójában, hogy mindenki PVP, zik meg. meg ilyen fa- nem tudom, na mindegy. Ö, és engem ez a ez, ez a része se fogott meg pedig én imádom, én alapvetően kreatív embernek gondolom magam, imádok építkezni, imádok dolgokat csinálni, ezért videózok többek közt, és. Ö, egyszer ki is próbáltam, vagy talán kétszer, de hogy soha, soha nem jutottam el odáig, hogy basszus valamit felépítsek. Pedig mindig úgy, úgy el, el, akartam ezt kezdeni, és mindig elteresztem, hogy most megépítek valami bazin nagy monumentális dolgot. De aztán így ordibáltak, hogy jön a creeper, meg ilyenek, és akkor jött egy ilyen pixel valami, és attól félni kell, és én nem féltem, meg így nem jött át a hangulat. Aztán mindig ott tartottam, hogy hát ez nem, nem csak helyfoglalás, aztán mindig repültek a kukájába. Na, igen, tehát ennyi sajnos ez sem az én világom, ha, de mondom, írjátok le, hogy, hogy miért jó ez. Írjátok le, ha az esetleg az előző játékokkal bárki is játszik rendszeresen, írja le nekem, hogy miért jó a WoW, a Need for Speed, a Dota, a Skyrim, a Minecraft, írjátok le, mert érdekel a véleményetek. Az utolsó, és az a leíz a mai kört, és nagyon sok ellenséget szerzek magamnak, de komolyan én csak elmondom a saját listámat, és én nem, félretes nem mondom, hogy ezek rossz játékok, én nem szeretem őket de persze ezeknek a nagy része egyébként alapvetően egy elit és minőségi jó játék, csak én valamiért, én nekem nem jönnek át. Az utolsó, és ezt is meg tudom magyarázni, hogy számomra miért nem, az a Counter Strike, és mindegy, hogy melyik 1.6, Go, uh, tehát ez tök mindegy nálam. Uh, ez azért van, én próbáltam a Counter Strike-ot többször is, de ez nagyon egyszerű, hogy miért van, elmondom, és akkor megértek, hogy miért nem szeretem. Azért, mert én rendkívül sokat multiztam FPS játékkal, versenyszerűen is játszottam, és az a Call of Duty 2 volt, amelyben 7 órát lehúztam versenyszinten, Ö, és, és, az mellett nem tetszett a Counter Strike sokokból, csúnyább, mint a Call of Duty 2, vagy akkor még 1.6 volt, azt nem tudom, hogy a Go az milyen, vagy hogy az tényleg mennyire szép, de, de például az 1.6 csúnyább, mint a COD 2. Nem is volt annyira nehéz, tehát a COD 2 nálam abszolút az a játék, ami elég nehéz, de nem annyira, hogy élvezhetetlen legyen, és mellé szép is. Tehát az szerintem nem véletlenül, hogy teremtette meg nagy részt az e sports FPS-ek terén, a valaha volt legjobban eltelett multiplayer FPS játék, és nem véletlenül, hogy azóta sem nagyon tudják lehet azt hisz, hogy most már ugye nagyon nagy teret kapott a C, illetve ugye a Battlefield is egyre nagyobb, ö, nagyobb ö, népszerűségnek örvend, de a lényeg az, hogy nem lényeg, a lényeg az, nem lényeg, hogy nem, nem jön át a Counter-Strike világa, nekem kell, hozzátartozik az élvezethez, hogy tud célozni, ne csak a sniperrel, legyenek nem más egy kicsit, nem tudom szavakbönteni, mert nincs akkor a tapasztalatom Counter-Strike téren, de én nekem valahogy sosem jött annyira át, mint, mint az emberek nagy részének, pedig szerintem egy idő után már az volt a, a legnépszerűbb FPS játék a világom, de mondom, lehet, hogy ez egy jó játék. Én nekem nem tetszett, mint játék sem de ez valószínűleg azért van, mert előtte már több évet leúztam a kodban, és ez pont olyan szituáció, mint a Cabal Online és a World of Warcraft esetében, hogy azért nem tetszik az egyik, mert a másikkal kezdtem el azt a stílust játszani, amiről szó van. Igen, tehát hogy ennyi lenne, ez most azt hiszem egy olyan hat játék lehetett egy sacra. Lehet, hogy még össze fogok szedni egy párat, ha érdekel titeket, de lehet, hogy megforítjuk, és össze fogom szedni azokat, amelyek egy esetleg bukták lettek, ez jó, esetleg bukták lettek, de én nagyon szeretem, mert ilyenből is van ám és akkor lehet majd rajtam röhögni, amikor mondom, hogy rohadjak meg, de én imádom a Ballet Stormot, és pedig egy akkora rakat arra, hogy a hihetetlen. Na mindegy, tehát hogy lehet, hogy majd lesz ilyen. Írjátok le a véleményeteket, hogy ezek a játékok miért jók, miért szeretitek, ha esetleg játszátok. és még egyszer ne haragudjatok, ha esetleg valaki ez zavart, én nem mondtam, hogy ezek rossz játékok, én azt mondom, hogy az én tetszésemet nem nyerték el, attól függetlenül, hogy mekkora hype-juk van, és mekkora tornádom van körülöttek, hogy úristen, ez a játék, és ez a játék. Mm. Igen. Ennyi lett volna már a hét indító, remélem mindenkinek tetszett. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, like ha nem tetszett, akkor nyomj egy diszlájkot, ha még nem tetted, és megtennéd, iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, legközelebb, majd legközelebb. Én Strek voltam, sziasztok!